Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Tavaly november 17-én benyújtott szóbeli kérdésemben felhívtam a figyelmet arra, hogy a kórházak adóssága soha nem látott méretet öltött. Október végén elérte a 125 milliárd forintot, annak ellenére, hogy a kormány a nyáron a rezsivédelmi alapból több mint 60 milliárd forintot adott adósságrendezésre. Érdekes összefüggésnek tartjuk, hogy a kormány pont november 17-én este biztosított egy rendelettel, picivel több mint 90 milliárd forintot a lejárt kórházi tartozásállomány konszolidációjára. Az ágazat gazdálkodási problémáit emiatt Jenei Zoltán országos kórházi főigazgatóval vitették el a balhét. Utóda Révész János, a rendőregészségügyi oszlopos tagjaként azzal várt ismerté, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központ kórház főigazgatójaként a reggeli értekezleteken a teljes orvosi karnak felállással kellett őt köszöntenie, a késők előtt pedig bezárta az ajtót, nyilván nem vette észre, hogy nem a kaszárnyában van, hanem egy egészségügyi intézményben. A Magyar Kórházszövetség elnöke szerint az egészségügyi rendszere a rendszerváltás óta alulfinanszírozott, így az adósság minden évben újra termelődik. A magyar állam GDP arányosan régiós viszonylatban is keveset fordít az egészségügyre, miközben ugyanazon a piacon mozgunk, a gyógyszerekért, eszközökért ugyanannyit kell fizetnünk, mint a nyugat-európai országoknak. Ehhez járul hozzá, hogy a magyar emberek egészségi állapota rossz, ebből a finanszírozásból az ellátásukat nem lehet a szükséges szinten tartani. 2009-ben a Fidesz kifogásolta, hogy a szocialisták az egészségügy életben tartásához szükséges forrásokat sem biztosították, miközben a tavalyi, illetve az idei költségvetés alapján GDP arányosan nem költünk többet egészségügyre, mint 2008-ban vagy 2009-ben. Kérdezem én, hogy akkor ez hogy is van? A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a novemberben adott picivel több mint 90 milliárd forint a kórházi adósságok kevesebb, mint 3/4-ére biztosított fedezetet. Évvégén a kórházakban több mint 62 milliárd forint kifizetetlen számla halmozódott fel, a tartozás idén februárban pedig elérte a 110 milliárd forintot. Pontos adatokat azért nem tudunk, mert tavaly eltüntették a Magyar Államkincstár honlapjáról a kórházak adósságállományára vonatkozó adatokat. A kormány 2012-ben a kórházakat az adósságállomány konszolidációjának ürügyén vette el az önkormányzatoktól. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt több mint egy évtizedben miért nem hajtották végre a finanszírozási rendszer reformját, miért csak a kormányzati ciklus végére tervezik összehangolni a fekvőbetegellátás és a szakellátás finanszírozását a valós költségekkel. Takács Péter államtitkár úr ígérete alapján mennyi plusz forrást biztosítanak a kórházaknak az adósságok rendezésére? Kérem tisztelt államtitkár úr pontos és a témához illő válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Mindjárt számára fontos kérdés az egészségügy és a kórházaknak a minél magasabb szintű betegellátása. Ezért volt fontos ez a kormányzat számára is. Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor 1198 milliárd forint állt rendelkezésre betegségek ellátására. Most 3225 milliárd forint, tehát több mint 2000 milliárd forinttal növeltük azt a bő 1000 milliárd forintot, amit volt, amit örökségül kaptunk az elődeinktől. Ez legalább 170%-os bővülés, tehát a 270%-ára bővültek az egészségügyi források. Tehát nem csökkentek, mint korábban emlékezhetünk rá, hiszen a szocialista kormányzás idején csökkenésről is beszámolhattunk 2008-2009-ben, hanem növekedtek az egészségügyi kiadások. Ennek több pozitív hozadéka is volt. Az egyik az intézményeknek a felújítása. 91 vidéki kórházban részben, egészben megvalósultak felújítások, fejlesztések, új műszervásárlások. 54 rendelőintézetet újítottunk föl, és 107 mentőállomást, és létrejöttek új intézmények is. 23 új rendelőintézet jött létre, és 34 új mentőállomás jött létre. Azt hiszem, hogy az a léptékű béremelés, ami az orvosoknál történt a járvány idején, a koronavírus járvány idején, az Európában is párját ritkítja, hiszen 2-2,5-szeresére emeltük az orvosoknak a fizetését, és minden kórház számára biztosítottuk az ehhez szükséges forrást is. Ezt teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a magyar egészségügy egyik leginkább torzító tényezőjét, a betegellátást leginkább hátráltató, és mindenki számára rettenetesen kellemetlen gyakorlatot, a hálapénznek az intézményét ki tudtuk vezetni az egészségügyből, és most már nincsen hálapénz. Amikor nyilván a szocialista időszakban 2-300 000 forintot kerestek az orvosok, és közben valakinek az egészsége, az élete múlott a munkájukon, akkor sokan azt mondták, hogy nem megfelelő a bérezés, ezért hálapénzt adtak mellé, el is fogadták, vagy várták is sokan ezt a hálapénzt, de most, amikor 2-2,5 millió forintot tudnak
keresni az orvosok, akkor ez már olyan bér, ami mellett mindenki úgy gondolja, hogy nincs szükség hálapénzre, hanem ez egy megfelelő összeg. Az ápolók bére pedig éppen most az elmúlt hónapban emelkedett átlagosan 20%-kal. Itt is egy érezhető béremelés zajlott éveken keresztül. Ezt természetesen folytatni is kívánjuk majd a későbbiekben. Ami az adósságok értékét, adósságállományt jelent, nem tűnt el, tisztelt képviselő, egy új felületre került 2023. júniusa óta. A közpénzügyi portálon lehet napra készen a kórházi adósságok ügyében tájékozódni, újságok ebből is írják a cikkeiket, tehát ez egy működő, másokkal a használt felület, kérem ön is ezt használjon, és nem mondja azt, hogy eltűntek volna ezek az adatok. Ami a tartozás állomány kiegyenlítését illeti, erre 9,2 milliárd forintot fordított a kormányzat a korábbiakban az elmúlt év végén, illetve az egészbiztosítási alapnak az idei költségvetése 31 milliárd forintot tartalmaz finanszírozási rendszer támogatására, ez is egy többletforrás az egészségügyi intézmények számára. Az is fontos, hogy egy nagyon lényeges és a betegellátással nem szorosan összefüggő eddigi költség és feladat lekerült a kórházak válláról, ez pedig a kórházaknak az üzemeltetése, őrzésvédés, takarítás, tehát azok a gondnokság, ingatlan üzemeltetési feladatok, amelyek nincsenek szoros kapcsolatban az egészségügyi ellátással. Sokszor pontosan ezeknek a különbsége okozta a kórházak gazdálkodásában is a nagy különbségeket. Volt egy korszerű épület, egy korszerűtlen épület, egy egységes épület, egy széttagolt épület, nyilván amely korszerűtlen, amely széttagolt, az üzemeltetése drágább volt, amelyik egy modernebb, egységesebb épület volt, az olcsóbb volt. És a kórházak működésében nagy különbségek voltak, de nem azért, mert a műtétek számában volt mondjuk jelentős különbség, hanem azért, mert a régebbi, rosszabb szerkezetű épületnek a fenntartása volt drágább. Ezért most nem a kórházak menedzsmentjének a feladata ez, hanem az állam a közbeszerzés és ellátási főigazgatóságon a KEF-en keresztül ellátja ezt a feladatot, és az orvosoknak, a kórházaknak csak a gyógyítással kell foglalkozni. De ami talán a legfontosabb, amit az előbb is mondtam képviselőnek, hogy folyamatosan növekedtek az egészségügyi ráfordítások, csak most ebben az esztendőben 425 milliárdot költünk egészségügyre többet, mint a tavalyi évben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, nem tudom elfogadni a válaszát, mert az az emelkedés, az a többlet ráfordítás, amiről ön is beszél, az a minimum, hiszen ha ez nem történne meg, akkor össze is omlana a rendszer. Hát nyilván minden drágul, valamilyen szinten ezt kell követni, kezelni, hiszen akkor abszolút kezelhetetlenné válik. És 2019. decemberében elrendelt finanszírozási reformot sem sikerült végrehajtaniuk, erre is szeretném felhívni a szíves figyelmét. A kormány határozatot 2020, és az erről szóló kormány határozatot 2022. novemberében inkább még vissza is vonták, csak hogy ne lehessen ezt számon kérni. Tehát én úgy gondolom, hogy a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság, mivel átvette az állami kórházak működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, mind ahogy ön is ezt említette, a szolgáltatásokra fordítható keretet jelentősen megemelték, mivel elismerték, hogy az eddigi forrás kevés volt. Ez rendben van. Azon pedig már meg sem lepődünk, hogy az átszervezésből NER közeli cég húzott hasznot, hiszen én azt is észrevettem. A nagyságrendileg 400 milliárd forintos üzletet ugyanis a budapesti értéktőzsdén is jegyzett B+N referencia ZRT nyerte el, mely cég papíron is Kisszőrgyél, ami Ferenc érdekeltségbe tartozik. Kormányzati szerveknél azonban ez Rogán Antal körei sorolják. Köszönöm szépen.